Ezek a felvételek még ősszel készültek, akkor szigetelték a nyírteleki iskolákat. A több mint 130 millió forintos fejlesztés keretében nyílászárókat is cseréltek, energetikailag korszerűsítették az épületeket. Az egyik iskola mellett pedig egy műfüves pályát is átadtak 2015-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati támogatásából és önerőből több mint 13 millió forintból valósult ez meg. A településen növelték továbbá a lakosság biztonságérzetét és vagyonvédelmét is. Térfigyelő kamerarendszer került kialakításra, ez 14 kamerát foglal magába, ez a 14 kamera ki- és bevezető utakat figyeli. Ez azért fontos, mert nyírtelek lakossága így sokkal jobban érezheti magát, amikor éjszaka lehagyja a fejét pihenni. Ezek a kamerák kiegészülve a polgárőrök éberségével meg fogják akadályozni azt, hogy bármilyen probléma is legyen közbiztonság tekintetében nyírteken. A polgármester hozzátette, a térfigyelő rendszer kiépítése a belügyminisztérium pályázati forrásából valósult meg, ugyanúgy, mint óvoda korszerűsítésük. Az óvoda felújítás ez Belegrádon történt meg. Belegrádon egy nagyon kis óvoda van, de nagyon-nagyon fontos az ott élő közösségnek és az ott élő embereknek, illetve a környező települések lakóinak. Ott ez egy szintén BMS pályázat volt, ami 8,8 millió forinttal segítette az óvodánknak a felújítását, és ehhez az önkormányzat, illetve a képviselőtestület majd ugyanennyit hozzátett. Tehát tulajdonképpen ilyen 16-17 millióból azt a teljes felújítást tudtuk véghez vinni, hogy még tornaszobát is újítottunk fel ehhez az óvodához. És az a terület ezáltal sokkal fejlettebb lett, illetve a gyerekeknek a mindennapi életét sokkal jobbá tudtuk tenni. A településen nem csak a gyerekekre, hanem az idősekre is nagy figyelmet fordítanak, a Szociális Szolgáltató Központ régi épületét felújították, és többek között új szárnyal, így 10 új férőhellyel bővült az intézmény befogadó képessége. A kerékpárutak fejlesztésére is jutott forrás idén nyírteleken, a település vezetésének további célja, hogy a bicikliseknek egy pihenőhelyet alakítsanak ki a kerékpárút mellett.